Kedves barátaim, kedves kollégák! Először azt szeretném elmondani, hogy az oktatói hálózat nagy örömmel üdvözli, hogy ez a fórum létrejött, és teljes mértékben támogatja a diákok követeléseit. Igen, az egyetem a miénk, hallgatóké és oktatóké. Ez jogokat jelent és felelősséget jelent. És az, hogy most együtt itt vagyunk, az annyit jelent, hogy élünk a jogainkkal és megfelelünk a felelősségünknek. Van egy jó hírem, a kormányzat igazat mondott. A magyar felsőoktatásban tényleg nincs tandíj, költségtérítés van. A kettő nem ugyanaz fogalmilag, és ami fontosabb, nem ugyanaz nagyságrendileg. Nem fogják elhinni, a költségtérítés a rosszabb. És ez van, a jövőben még inkább ez lesz, ha csak meg nem akadályozzuk. Vannak köztünk, akik minden formáját elutasítják annak, hogy a hallgató fizessen az oktatásért, és vannak, akik egy méltányos mérsékelt ösztöndíjrendszerrel hitellel kompenzált tandíjat elfogadnának. De a költségtérítés, akár az, hogy a hallgató az egész képzési költségét fizesse ki, akár az, hogy úgymond csak a felét, de cserébe rögzítési úgymond szerződést írjon alá, valamennyien elutasítjuk. Vannak, akik azt mondják, hogy a felnőtt kort elérő korosztály 40-50%-ának továbbtanítását nem lehet kizárólag állami forrásból megoldani. Vannak, akik azt mondják, nem is kell, tanuljanak jóval kevesebben jobban megválogatva, és akkor az önképzésüket lehet államilag finanszírozni. De azt, hogy egyszerre csökkentsék le durván a felsőoktatásba kerülők számát, és sarcolják meg azokat, akik mégis bekerülnek, kivéve azt a keveset, akiknek csak a röghözkötést kell aláírniuk, senki nem fogadhatja el. Ha az országot már érettségi után elhagyják a legjobbak, legtehetségesebbek, mert Európa legjobb egyetemein is méltányosabb feltételek között tanulhatnak, mint itthon, azt tudjuk, hogy mivel jár. Ilyesmit már kipróbált Magyarország, 100 év alatt épp elégszer. Elutasítjuk, hogy az állam kivonul a felsőoktatás finanszírozásából, és elutasítjuk azt is, hogy benyomul az intézmények irányításába. Ezt el kell utasítani külön-külön is, de még inkább együtt. Azt, hogy miközben minden financiális ügyet egy kancellár irányít, akit a tudomány, az oktatás érdekei nem kötnek és nem befolyásolnak, eközben a szakmai vezetés a rektornál, ez hazug, üres szólam. Mindenki tudja, aki látott már vezetés közelről, vagy akár csak távolról is, hogy a pénzügyi döntési jogok nélküli szakmai irányítási jog maszlag, jelentősége nulla. De ennél is fontosabb, hogy az önfinanszírozó felsőoktatás képtelen ideájára mondjunk nemet. Mintha a felsőfokú képzés csak a hallgató és az intézmény ügye lenne. Az ország köze hozzá annyi, hogy az államnak minél kevesebbe kerüljön lehetőleg semmibe. Mintha az, aki egyetemen tanul, csak a maga hasznára halmozná fel a szellemi tőkét. Mintha nem tudnák, amit közöttünk, és nem csak közöttünk, mindenki tud, hogy a több kinúvelt tanult emberfő az ország haszna, a mi hazánk haszna is. Éreztetett, összezsugorított, politikai önkénynek kiszolgáltatott felsőoktatás rossz a hallgatónak és rossz az oktatónak. De még sokkal fontosabb, hogy rossz a hazának. Ne legyen a mi hazánk lebutított ország, maradék ország, a szegényebbeket a tanulásból kirekesztő ország.
Éljen a demokratikus, szolidáris, művelt Magyarország!